Takarékossági világnap. Ennek történetéről és a megtakarításról napjainkban Czvik Dávid készített összeállítást. 1924-ben a világ takarékpénztárainak első kongresszusa döntött a nap megtartásáról, majd 1989-ben az ENSZ hivatalosan is takarékossági világnapnak nyilvánította október 31-ét. A takarékosság és a megtakarítás, vagyis lényegében a félretett pénz olyan anyagi forrás, melynek célja a jövőbeni anyagi mozgástér kibővítése. Ez a Magyar Nemzeti Bank meghatározása. Ma Magyarországon egy a napokban készített reprezentatív felmérés szerint átlagosan 20 ezer forintot tesz félre az, aki spórol, de Magyarországon csak az emberek fele takarékoskodik, mondta az OVB Magyarország ügyvezető igazgatója. Jánosi Gergely kifejtette, hogy ezek az adatok több összevetésben is kedvezőtlenek. Jelentően nyugodtan, hogy persze sokkal többet tudnak megtakarítani, azaz nyilván ott az életszínvonal feltartásához is magasabb összegekre van szükség, de mind összegben pedig a megtakarítók arányában el vagyunk jelentősen maradva a nyugat-európai országokból, de egyébként el vagyunk maradva tőlünk nem sokkal nyugatabbra vagy északabbra lévő Szlovákiától és Csehországtól is ilyen tekintetben. A Magyar Nemzeti Bank viszont már oktatófilmben is felhívja a megtakarítások és az öngondoskodás fontosságára a figyelmet. Ez az ábrákkal, animációkkal ellátott videó pontosan eligazítja a fogyasztót. Rendszeres jövedelméből minden hónapban tegyen félre egy meghatározott összeget. Ezzel tartalékot képez. Ez a havi tartalék akár kisebb összeg is lehet. Fontos azonban, hogy rendszeres legyen a megtakarítás. Gondolja végig, hogy mekkora összeget tud nélkülözni. Ez alapján tervezze meg a havonta félretett összeg nagyságát, valamint azt, hogy ezt a tartalékot milyen formában gyűjti. A jegybank azonban kiemeli, hogy a nem várt élethelyzetek a képzett tartalékot is felemészthetik. Ezért kiemelik, hogy a megtakarításokon túl segítheti a fogyasztót, ha jól átgondolt döntés után vagyon vagy életbiztosítást köt, vagy esetleg valamilyen egészségpénztári befizetést választ. Czvik Dávid, Inforádió 88,1.